A Szekszárdi Szakképzési Centrum költségvetése az idei évre már adott volt, amikor Dömötör Csaba hivatalba lépett, de úgy látja, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetősége adott, sőt, megjelentek a költségvetésben már olyan beruházások is, amikre régóta égető szükség volt. Az idei évnek ez a része, ez már biztosított. A következő időszakokra pedig hát nyilvánvalóan majd az már a következő évek költségvetése és annak a megteremtése, a forrás megteremtése az a következő évek feladata lesz. Kettős vezetésből adódóan maga a szervezeti rendnek a kialakítása az egy alapprioritás, és persze vannak ugye azok a látványos beruházások, felújítások, amiket meg kell tenni. Ezek pontosan egyike ugye itt az Adi iskolának a B-épületi rendbetétele. Ennek a munkálatai most már nem sokára elkezdődnek, most éppen még a műszaki egyeztetések zajlanak, hogy milyen technológiával tudjuk megvalósítani, de egyébként örömmel tudom mondani már, hogy a forrás itt van. A műszaki felmérések elindulnak, próbafúrások fognak közeljövőben már megvalósulni, és az egésznek a tervezése indul el. Hát abban sajnos nem lesz egy nagyon gyors változás, hogy ez mennyi idő alatt készül el, hiszen ha az alapmegerősítés megtörténik, akkor azt követően a statikai állapotnak megfelelően a rögzítést meg kell tenni, és ugye az épület mozgása, amikor megáll, majd csak utána lehet hozzányúlni a felszerkezethez és annak a felépítményéhez. A másik, ami nagyon izgalmas kérdés, a Hunyadi utcában ugye a vendéglátóiskolának az épülete az üresen áll már 3 éve, ugye ott volt egy nagy csőtörés. Ennek a forrása is a rendelkezésünkre áll, nagyon fontos. Ez egy állami magasépítési beruházásként fog megvalósulni. A beruházási ügynökséggel már a kapcsolatot felvettük, itt is elindult a tervezés, illetve pontosabban a tervek már teljes egészében készen állnak a megvalósításhoz szükséges eljárásrendek kialakítása van folyamatban. Én nagyon bízom abban, hogy 2020-ra már, 2020-as tanévet már ott tudják kezdeni, vagy legalábbis, ha nem is teljes egészében szeptemberre, de azért a tanév során már el tudják foglalni majd az új helyüket a képzésben résztvevő gyerekek a vendéglátó iskola tekintetében is. Hát most ez a két legfontosabb dolog, és akkor persze emellett még vannak nagyon-nagyon priorizált és nagyon-nagyon fontos elképzelések és feladatok, mert ezek nem csak elképzelések, hanem feladatok is. Ugye a Modern Városok programnak van egy nagyon komoly szakképzésfejlesztési projekt része. Ennek a szakmai tartalmát gondoljuk most újra, itt a várossal együtt gondolkodva, a polgármesterrel is egyeztetve már ebben a kérdésben. Ennek az újragondolása egy nagyon fontos feladat, hiszen nagyon fontos lenne, hogy ez mi hamarabb el tudjanak indulni ezek a projektek is. A másik pedig, ami nagyon fontos, ugye az itt a centrumban nagyon kiemelt szerepe kell, hogy legyen és van is a képzési oldalon, a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódóan és az atomerőmű működéséhez kapcsolódóan. Ebben az egyeztetések elkezdődtek, most fogunk majd várhatóan egy olyan egyeztetési sorozatot elindítani, amiben már az érintett felek mindegyike részt vesz. Ugye korábban az egyeztetések, már történtek egyeztetések, még főigazgató úr egyeztetett a Paks 2 vezetőivel, illetve Süli miniszter úrral. Ezeket kell most felújítani és végig gondolni azt, hogy pontosan mire van igény, és ezt a centrum hogyan tudja majd kiszolgálni. A szakképzés 4.0 stratégiát fogadta el a kormány nem is olyan nagyon régen. A szakképzés 4.0-nak az egyik alapvetése az, hogy a keresletvezérelt szakképzési rendszert kell kialakítani. Ennek a legfontosabb lépése az, hogy pontosan tudjuk azt, hogy mire van igény a munkaerőpiacon, a cégek milyen igényt támasztanak velünk szembe, és ehhez kell hozzáigazítani a képzési struktúrát, a képzési palettát is. Ez részben egy szerkezetváltást is jelenthet, nyilván egy iskolai rendszerben azért ez annyira gyorsan nem megy, de a szerkezetváltásra fel kell készülni. Azt gondolom, hogy készülünk is rá, ehhez már jó pár céggel felvettük a kapcsolatot. Itt nem csak a Szekszárdi térségéről beszélünk természetes módon, hanem teljes Tolna megyéről beszélünk teljes körűen. Ezért nyilvánvaló, hogy még mindenkihez nem tudtunk eljutni, és nem tudtam eljutni, de igyekszünk minél hamarabb eljutni mindenkihez. Tervezzük fórumoknak, a vállalkozói fórumoknak a létrehozását.
illetve a megyei foglalkoztatási paktumnak része, a részese a centrum, tagja a paktumnak, ezen keresztül is indítani fogjuk a kapcsolatfelvételt. Ugye most ezek még azt gondolom, hogy nem mindegyike történt meg, amiről most beszélek, ezek a közeljövő feladatai lesznek, de hát mindenképpen a keresletvezéreltség az alap. Dömötör Csaba úgy látja, ha minden sikerül, pár év múlva egy teljesen megújított szakképzési centrum áll majd a gazdaságszolgálatában. Hogy egy olyan szakképzési centrumot kéne lássunk, ami megújult, vagy legalábbis jelentős mértékben a tanműhelyei megújultak. Kialakul egy olyan képzési szerkezet, ami az igényeket kiszolgálja, és amit folyamatosan tudunk változtatni. Ebben persze nem csak az iskolai rendszer kell érteni, hanem a felnőtt oktatásnak, felnőtt képzésnek a rendszerét is érteni kell rajta, és hát bízom abban, hogy ebben a rendszerben nagyon sok gyerek lesz, hiszen a családok, a fiatalok is megértik azt a hívószót, hogy a szakképzésnek igenis erős presztízse kell, hogy legyen, és szükség van a nagyon jól képzett szakemberekre, technikusokra, hiszen a technikus képzés az a mérnök képzésnek az előszobája Isten igazából, ezért ez egy nagyon-nagyon fontos történet. Hát én ezt gondolom, én ezt vizionálom, hogy 3 év múlva fogunk tartani.